kockásabb, rossz virsli, édességek és a tanulók által készített friss kenyér, valamint lúdlábsütemény. Igazi retro hangulattal várták az érdeklődőket a retro véradásra a székesfehérvári Szent István mezőgazdasági és élelmiszeripari technikumba csütörtök délután. Az iskolából több mint 40-en jelentkeztek a véradásra. Az volt a feltétel, hogy önzetlenül rászánják az idejüket, erejüket, és legyőzzék egy kicsit azt a félelmet, ami esetleg a tűszúrással jár, felülírva azt, hogy ezzel ugye esetleg életet menthetnek. A tantestületből többen már évek óta adnak vért, az iskola szép eredményeket ért el a különböző kapcsolódó versenyeken. Intézményünk már korábban is rendszeres véradás szervező volt. Éves szinten volt, hogy olyan magas számot ért el a tanulók véradásának a mennyisége és a száma, hogy ezzel megyei versenyt is nyertünk, és a diákvérprogram első helyezettjei lettünk az adott tanévben, ami azért megyei szinten szép teljesítménynek mondható. A véradás nyilvános volt, Székesfehérvár lakosságának is szólt. Bárki jelentkezhetett, aki elmúlt már 18 éves, és a súlya meghaladta az 50 kilót. A résztvevők pedig az önkormányzat és a különböző cégek jóvoltából a véradás után tombola sorsoláson vehettek részt, amelyen értékes nyereményekkel gazdagodhattak. Többek között csoki tortát, edzőtermi bérletet, kosárlabda mérkőzésre szóló jegyeket és a Vörösmarty Színházba szóló belépőket lehetett nyerni.